December elején mutatták be a 2021-es évet elemző Top 100 rangsort, amely a legjobb eredményeket felmutató Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozásokat mutatja be. A kiadványból kiderült, 2021-ben 16%-kal növekedett a megyei társaságok nettó árbevétele 2020-hoz képest. A díjátadón elhangzott, a háború okozta gazdasági hatásokra reagálva a kis- és középvállalkozások támogatása volt az elsődleges kormányzati prioritás. Igazából a Top 100, most már mondhatom, egy évnek a zárás, egy ünnepe. Ilyenkor szembesülünk azzal leírva, hogy a megye 100% vállalkozó kifér bele elbőjét a szempontjából. Várjuk azt, hogy benne maradtunk, nem maradtunk, hogyan szerepeltünk. 2021-ről van most szó, az sem volt egy könnyű év, hiszen viszont akkor még ment a Covid és ment a pandémia. Egyet tudtunk, hogy ezt le fogjuk tudni győzni. Szerencsére ma már azt mondhatom, de ennek a nehezén túl vagyunk. Tehát igazából 2021-ben még olyan évük volt a vállalkozóknak, amikor nem kellett annyi minden szembesülni, mint 2022-ben, 2023-ban. Több mint 500 négyzetméterrel bővítette üzemcsarnokát, és új eszközöket is beszerzett egy fémelemeket gyártó Tímári cég. A társaság Európai Uniós forrásból valósított megfejlesztést. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője, a december elejé átadó ünnepségen arról beszélt, hogy a kormány számára kiemelten fontos, hogy támogassa a kis- és középvállalkozások beruházásait. Ma Magyarországon a kis és közepes vállalkozások adják, vagy foglalkoztatják az emberek kétharmadát. Ez nagyon lényeges dolog a versenyszférában, és azért örülök, hogy itt a Timári Ipari Parkban, amely jó környezet, és tulajdonképpen több cég megtelepült, a versenyképességet tudják javítani, és az Optigen Kft. Több lábon áll, 60 családnak adnak munkát, és ezt sikerül majd megőrizni. 100 millió ember fogja a nevedet hálás imáiba foglalni, akiket megmentünk attól, amit a 20. évszázad tartogat nekik. Főleg az első fele. Nagy sikerrel lépett fel december elején a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulata. A művészek Szőcs Géza Rasputin című drámáját játszották, amely már több fesztiválra is meghívást kapott. Legutóbb augusztusban Kisvárdán a legjobb férfi főszereplő díját és a legjobb társulat díját is elnyerték. Amikor egyszer csak bevillant ez, ő azt mondja, hogy én hoztam elő, én azt mondom, hogy ő, már egyikünk sem emlékszik, de amikor bevillant maga ez a tény, vagy ez a darab, onnantól kezdve én azért kaptam lázat, mert nagyon hiszek a jelekben, és hajlamos az agyam úgy konvertálni, hogy ezek jelek voltak, hogy én már előzményileg ismertem ezt a darabot, amit itthon úgy tudom, hogy kevesen ismertek. Tehát Magyarország a mai napig nem volt bemutatója ennek a darabnak, ennek az előadásnak, ennek a szövegnek. Ehhez mértem már több országban bemutatták, és a legközelebbi Magyarországhoz első ország az Romániában, Erdélyben, Szatmárnémetiben történt, és talán ezt a kérdéskört is fogjuk valamilyen szinten érinteni a ma este folyamán. December 12-én megnyílt az új bölcsőde Kálósemjénben. Az 28 férőhelyes intézmény 160 millió forintból épült meg. A bölcsőde nem csak a gyermekek, hanem a munkába visszatérő szüleik számára is létfontosságú. A Kálósemjéni bölcsőde kialakításához az óvoda udvarából kellett felállozni egyrészt, de hogy az obisoknak továbbra is legyen elegendő szabad terület a mozgáshoz, a szomszédterület megvásárlásával alakította ki nagyobb udvart. Ez a bölcsőde, ez az új bölcsőde, ez 2019-es központi költségvetési forrásból valósult meg. Bruttó 160 millió forintos támogatást kapott az önkormányzatunk, hogy kialakítsa ezt a kétcsoportos bölcsődét, ami 28 gyermeknek a befogadására alkalmas. Már jelenleg is december 1-től folyamatosan érkeznek hozzánk a gyermekek, úgyhogy ők már birtokba is vették, és bízunk benne, hogy mi hamarabb teljes létszámmal tudunk tovább menni. A megye önkénteseit is díjazták a Mária Pócson tartott jótékonysági málon december közepén, amelyet a Hérodeosz Egyesület és partner szervezetei rendeztek a kárpátaljai nehézsorsú fiatalok megsegítésére. A három díjazott közül volt, aki a közösség szervező munkájáért, mások a menekülteknek nyújtott áldozatos segítségnyújtásért kaptak elismerést. Kis András, a Hérodeosz Egyesület főtitkára azt mondta, több mint 100 önkéntessel dolgoztak együtt az elmúlt évben.
Ebben a jelenlegi nehéz háborús helyzetben nagyon sok fiatalnak van nehézsége, és a kárpátai magyar fiatalok közösségeinek és oktatási intézményeknek, a Szent Gellért Katolikus Kollégiumnak, a Munkácsi Egyházmegye ifjúsági közösségeinek és az Ungvári Ingyen Konyhának gyűjtünk, és ebben ennek a gyűjtésnek a keretében közel 1 millió forint is egy több 100 000 forint értékű tárgyi adomány jött össze. Ez a gyűjtés is még egy hétig folytatódik, és ennek az egész eseménysorozatnak egy központi ünnepsége a mai nap, amelyet a szeretet, a közösségünk szeretete, a másokon való segítségnyújtáshoz kapcsolódó szeretet, és a másokért való közösségvállalás és áldozatvállalásnak a szeretet része fogja össze. Karácsony időszakában, advent a várakozás időszakában, a karácsony ünnepét várva, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat. Ennek a jegyében szerveztük ezt a mai ünnepséget. Tornaszobával bővült a nyírkátai Lurkó-Kuckó óvoda. A 90 négyzetméteres építményre a Magyar Falu Program biztosította a szükséges, közel 30 millió forintos forrást. Jelenleg 68 gyermek jár az óvodába, akik most már biztonságos körülmények között mozoghatnak az intézmény falain belül. Maga az épület úgy lett megvalósítva, meg a pályázat is úgy szólt, hogy az építésre adtak finanszírozást. Tehát a többi dolgot azt ugye nekünk kell megvalósítani, tehát még az ablakokhoz, ahogy látszódik is, ugye a radiátorok már el vannak zárva, de az ablakok elé még háló fog kerülni, illetve a mennyezeti lámpákat is védeni fogjuk rácsa. A padló az pedig egy nagyon korszerű, úgymond vinil lapokból készült el. Ez is strapabíró, tehát a gyerekek használhatják nyugodtan, nem lesz semmi gond, mert csúszásgátló, és bírja a használatot. Új elemmel az északkeleti nyelvjárással bővült a Szabolcs-Apán-Bereg megyei értéktár. A régió tájnyelve azért is különleges, mert a 19. század közepétől alapját biztosította az újítást követő köznyelv kialakításának. A felső-tiszavidéki nyelvjárás a megyei értéktár 158. eleme. Egy olyan kulturális értékkel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, amely úgy gondoljuk, hogy egy nagyon erős identitás növelő érték, és ennek a megmaradása az lényegében a magyarságunk és a nyelvünk megmaradását is jelzi, és ezért valóban szimbolikus az értéktárba való bekerülése, és hát azért nem előzmény nélküli, hiszen a Nyíregyháza városi értéktárban is szerepel az az érték, amelyet úgy nevezünk, hogy északkeleti nyelvjárási régió, vagy felső-tiszavidéki nyelvjárás, amely nyelvjárás alapjában határozta meg azt a nyelvet, amelyet ma beszélünk, és ezért is mondjuk azt, hogy ez a nyelvjárás, ez egy olyan érték, amelyet meg kell őriznünk, át kell adnunk az utánunk következő generációnak, sőt éltetnünk kell, mert valóban alapjában határozza meg azt a magyarságot, amelyre büszkék vagyunk. A megyei értéktárban nem csak maga a nyelvjárás, hanem az elmúlt csaknem 30 év kutatási anyaga is bekerült. Ez pedig a következő évek, évtizedek kutatásaiban is nagy segítség lehet.